ez rájöttek, ez a Ábel trilógiának, az ő, tehát Tamás Járon könyveinek és a történeteinek a képi ábrázolása a két erdélyi kőfaragónak, mesternek a múzsa alapján. És most menjünk a sírhoz, amelyet 1966-ban az utolsó a végrendeletében azt kérte, hogy oda szeretne temetkezni a közé, a két tőfa közé, amely gyakorlatilag a iskolájához közel, a templomához közel található. Tehát ez a templom, ami itt látható, ennek az aljában található az iskola, ahol elemi osztályait végezte. Két kis helységből palatáblára irogatott még annak idején. Két kis helységből álló, és ugye papok tanították, tehát a helyi plébános tanította. És itt az emlék, tehát a síremléknél pedig itt található az a felirat, amely ugye két jelmondatot ismerünk tőle. Az egyik az, hogy az Ábel trilógiával származik, és amelyet én is igazából magaménak mondok, az pedig úgy szól, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ez az egyik, a másik pedig a saját maga, tehát hogy mondjam, egyfajta önigazolás, hogy a saját életéről írt négy soros kis versik, ami úgy szól, hogy törzsében székely volt, fia Hunniának, így van, hűséges szolgája bomlott századának. És ebben megint tömören minden benne van, ebben a két jelmondatban, ebben a szövegben pontosan tükrözi a székelyek gondolatvilágát és mondavilágát, röviden és velősen. Ez a viccekben is visszatükröződik, a Tamás Járon könyveiben még inkább, és szerintem most helyezzük el a koszorút, mert mindjárt a nyakunkba szakad az eső. Azután. Jaj, kis 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 k